Magyar hangok. Rosta Sándor, Szórádi Erika, Markovics Tamás, Magyar Bálint, Csuha Bori, Bogdányi Titanilla, Gacsal Ádám. A fagyos folyó lovasa. Hozta az új fényképezőgépét. Vakhit. Fényképezőgép, Michael. Szeretném azt hinni, hogy egy időgép. Egy időgép? Hogy érti? Amikor őszhajú öregember leszel, és ránézel a kandallópárkányán álló képre, az pontosan ide fog visszarepíteni téged. Erre a helyre, ebbe az időbe. Gyere, Josh! Gyere, hadd segítsek a mantettánál. Nem kell, megy egyedül. Jól néz ki. Nagyon jól nézel ki, Danny. Rob, mit nézel, siess? Csak nyugalom. Hadd igazítsam meg a nyakkendőd. Mi a baj vele? Gyakorolhatom a lovaglást, miután lefényképeztek minket. Persze. Megígéred? Jó lesz így. Esküszöm. Mrs. McGregor, kérem. Josh. Nem gyűrött? Nem. Daniel a bátyja mellé álljon, az édesanyja mögé. Tiszteletes úr, a felesége mellé. Hát persze. Fiúk? Nos. Mutasd, tudtam, hogy nem fog menni. Köszönöm. Ne mozogjanak, kérem. Háromig számolok. Egy. Matt! Matt! Beszakadt a bánya. Két emberem bent rekedt. Próbáljuk kihozni őket, de segítség kéne. Colin, nyergeld fel a lovakat. Rob, gyere! Maradjunk együtt. Egy tucat járat van odalent. Erre! Rob, Michael, mindenki! Gyerünk, Colin! Hozzanak vizet neki. Fent van? Vizet! Ott van bent. A lábam! Gyere! Csak lassan! Vizet! Michael, hozd ide a kötszereket a fogatról. Emeljék fel! Itt van! Van valami mozgás? Lori! 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 Gáz! Hozd a lámpát! Mi? Hozd el a lámpát! Jól vagy? Jól vagy? Hol van apa? Az egész belobbant.
Lehet rohadt. Matt! Lemegyek. Michael! Nem lesz semmi baj. De ez mit szólsz? Majd én. Jól vagy? Igen. Itt van valaki. Lori még bent van. Merre? Jöjjön. Gyerünk! Opa! Segítség kellene! Jöjjön! Jól vagy, Michael? Igen. És Matt? Gyorsan! Matt! Megsérült? Csak óvatosan, óvatosan! Ó, Matt! Matt! Vizet! Kérlek vizet! Ó, Matt! Matt! Hallasz, Matt! Először áztasd be ebbe. Jól van? A tüdőm fáj egy kicsit. Üzentem dr. Cole-nak kómába. A reggeli vonattal jön. Köszönöm. Apa, hogy van? Nincs változás. Kathleen. Semmi baj. Nincs semmi baj. Itt vagyok. Kathleen. Semmi baj. Nem látok. Az utolsó, amire emlékszem, az a fény, ahogy a lámpás berobbant. Nos, nincs jele belső sérülésnek. A szemei körül felszíni égési sérülés látható. Okozhat ekkora sérülés maradandó károsodást? A robbanás fénye a hő. Lehetséges, de nem állíthatom biztosan. Ha nem tudjuk, hogy mi okozta, akkor hogyan kezeljük? Az egyetlen, amit most tehetünk, hogy várunk. Mennyi ideig, doktor úr? Erre sajnos nem tudok pontos választ adni. De biztos van megérzése. Hagyják fent a kötést, míg a sérülés el nem múlik. Ha ezután lát valamennyire, úgy gondolom, a teljes felépülés is lehetséges.
És ha nem látok semmit? Ezzel majd akkor foglalkozunk, ha eljön az ideje. Ezek szerint azt mondja, a vakság akár maradhat is. Sajnos megvan annak a lehetősége is. Magára bízom a férje szemének bekötését, Mrs. McGregor. Megnézem a többieket is. Nem tehet semmit sem. Sajnálom. Colin? Mikor édesanyámat hozták ide, a baleset után ő csak ugyanígy feküdt 3 napig. Semmit sem tehettünk érte. Ez az én hibám, bárcsak időben eloltottam volna a lámpást. Egy másodperc töredéke alatt történt. Ne okold magadat. Meglátogattam Charlie Grangert és a családját. Nem. Danny ott van. Egész éjszaka fent voltál. Ideje, hogy pihenj. Mert mi történt? Csak egy csésze kávét akartam főzni. Miért nem szóltál nekem? Mert aludtál. Így is úgy is felébresztettél, nem? Minden rendben? Minden rendben, Colin, köszönöm. Ne aggódj. Feküdj vissza, jó? Kathleen, nem irányíthatom a farmot az ágyamból. Előbb fel kellene öltöznöd. Rendben. Főznél egy csésze kávét, Colin? Köszönöm, Colin. Lássunk munkához. A birtok nem fog magától működni. Rob? Apa? A legelőknél a kerítés javításra szorul. Rendben. A marhákat le kell hozni. A piacra hétfő reggel. Tudom. Segítség kell. Egyedül nem fog menni. Talán Jack Kelly vagy Montana segít. Nem lesz szükség segítségre. Egy darabig itt maradok. És mi lesz addig a templommal? Arról egy ideig én gondoskodom, Matt. Én is be tudok segíteni. Suli után. Én se vagyok teljesen hasznavehetetlen. Neked csak arra kell törekedned, hogy jobban légy. Jobban. Jó. Akkor lássunk munkához. Na, menjünk. Gyerünk! Menjetek! Nyugi, Matt, ne aggódj. Én mindent elrendezek. Melbourne-ben felavattak egy új épületet.
égni. A duzzanat lejjebb ment. Úgy tűnik, gyógyul. Matt. Semmi. Nincs semmi baj. Legyünk türelemmel. Még pár nap, apa. Most rakjuk vissza a kötést. Nem. Nem fogok többé látni. Ezzel mind tisztában vagyunk. Ó, Matt, kérlek. Nincs értelme tovább reménykedni. Hallottam, Keith Dutton telivért vásárolna, Rob. Úgy tűnik. Mi lenne, ha elvinnél hozzá Danny? Hát, ha érdekelni valamelyik lovunk. Hát, nem is tudom. Apa, majd én elviszlek. Egy ideje úgy is terveztem már, hogy meglátogatom őket. Rendben. Jó. Köszönöm. Én is mehetnék. Van egy kis dolgom az újságnál. Addig bevásárolhatnátok. Rendben? Rendben. Felőlem. Semmi baj, Matt. Majd én felveszem. Köszönöm. Gyerünk, Josh. Nincs palacsinta, amíg meg nem etted az apkását. Így van. Ha mind megeszed, nagy és erős leszel. Miért vakított meg Isten? Nos, nem Isten volt, Josh. Ezek a dolgok csak úgy megtörténnek. Miért? Mit szólnál, ha sétálnánk reggeli után és beszélgetnénk? Benne vagy? Rendben. Apa marhánként 8 fontot akar. Lehetetlen, nézz rájuk. Igen. Várhatnánk a vásárral, amíg megerősödnek. Igazad lehet. Óriási segítség vagy. Nincs szükséged rám. Tudom, fontos dolgok jártak a fejedben, például te a Dutton-éknál, de most koncentrálj erre. Erről apával kellene beszélni. Mégis minek? Honnan fogja tudni, hogy milyen állapotban vannak? Majd te elmondod neki. Így is úgy is te veszed át majd a vezetést ezen a helyen. Miért ne kezdenéd el most? Nem akarom cserben hagyni. Rob. Azt kapod, amire vágytál. Vezetheted Langarát. Nem állsz készen rá? Nem erről van szó. Ezt akartam, de... Önszántából adja át, ne azért, mert muszáj. Nincs más választása, se neked, se neki. Sohasem. Nem, sosem. Még akkor sem, ha imádkozunk. Josh. Néha nem számít, mennyire akarsz valamit. Isten útjai kifürkészhetetlenek. De miért? Nos, mindennek megvan az oka. Még ha nem is ismerjük fel azt azonnal. Lehet, hogy Isten nem akarja, hogy megtaníts lovagolni. No, nem. Nem hinném, hogy erről lenne szó. De most már nem leszel rá képes, ugye? Nem. Nem leszek. Hé, Josh. Jobb, ha bemész. Lassan mindenki elkészül. Itt maradhatok este, Colin. Michael azt mondta, hogy ha nem zavarom, aludhatok a szobájában. Nem leszek útban. Kérdezd meg Emilyt vagy Kathleen-t, jó? Na, menj. Viszlát, Josh. Viszlát. Köszönöm, hogy beszéltél vele. Nem tudom, hogy segítette. Nehéz megmondani egy ilyen gyereknél. Sosem lehet tudni, hogy érthetőbbé teszel-e valamit, vagy még jobban összezavarod őket. Igen. Te is pont ilyen voltál ennyi idősen. Tele voltál olyan kérdésekkel, amikre nehéz volt válaszolni.
Nekem legalábbis, de anyád mindig tudta, mit kell mondani. Mennünk kéne. Még be kell néznünk a Dutton családhoz. Igen, persze, menjünk. Nincs sok dolgom a nyomdában, úgyhogy kész leszek, amire ti bevásároltok. Jó, rendben. Colin! Igen, apa? Kész vagy? Miss Kirov, jó napot. Üdvözlöm, Matt. Jó látni magát itt a városban. Köszönöm. Nagyon sajnálom. Szörnyű, ami történt. Nos igen, de legalább életben vagyok. Hálásnak kell lennem. Igen. Szeretnénk venni néhány dolgot. Ó, hát hogyne. Köszönöm. Liszt is kellene. Elvehetem innen? Hogyne, kérem. Mondja, kérem, megérkeztek már a könyvek, amiket rendeltem? Hát, ami azt illeti, igen. Oh, remek. Hálás vagyok a fáradozásaiért. Mert én... eladtam őket. Eladta? Nos, nem gondoltam, hogy még szüksége lehet rájuk azok után, Miss Kirov. Úgy értem... A hallásom még jó. Felolvastattam volna valakivel. Ó, sajnálom. Lehetséges lenne, hogy visszakérje őket? Hát, hogy ne. Gyászos ez a nap. Gyászos. Nem hinném, hogy a város felépül ebből. Nem halt meg, James. A hatás szinte ugyanolyan. Ezt meg hogy érti? Kathleen, a férje nagyon fontos szerepet játszott a város életében. Döntéseket hozott, és harcolt értünk. Igen, és ez továbbra is így lesz. De hisz ő... nos... megvakult. Igen, James. Ezt el kell fogadnunk, és élnünk kell az életünket. Ha Matt elfogadta, akkor mi is megpróbálhatjuk. Igen. Nehéz lesz pótolni őt a parlamentben. Matt nem mond le a tisztségéről. Legalábbis még nem. De hát, hogyan maradhatna? Szerintem ez csak rátartozik. A józanész azt diktálná, hogy lemondjon, Kathleen. 3 hónapot még vár, mielőtt bármit is eldöntene. Akárhogy is dönt majd, úgy lesz a helyes. Őt Montana. Matt, honnan tudta? A sarkantyúira ráférne egy nagy adag kenőzsír. Megígértem Jacknek, hogy ha találkozom magával, átadom az üdvözletét. Nagyon elszomorították a hírek. Igen, Jack és én régóta ismerjük egymást. Ha tudok valamiben segíteni, tudja, hogy szívesen megteszem. Köszönöm. Ha találkozik Robbal, megmondaná neki, hogy voltam Baker's Flatben? Nincs túl sok szabad legelő arra felé, de a következő pár hónapra elég. Miért? Ők legelőket keresnek? Ha tavaszig nem akarnak túladni a többletmarhákon, Langer hamar pusztává válik. Rob biztos félreértett valamit, mondaná. Holnap reggel eladjuk a marhákat. Akkor miért vitte őket ma a hegygerincre legelni? Nem számít, helyesen döntöttél vagy sem. Nem változtat azon, hogy Montanától kellett megtudnom, mi történik a saját marháimban. Sajnálom. Meg kellett volna mondanom. Nem, meg kellett volna kérdezned. Nincs más választásunk. Hát épp ez az. El kellett volna adnod a marhákat, ahogy ezt tesszük minden évben ilyentált. Ha szerencsénk van, akkor sem kapunk 5 fontnál többet. 3 héttel ezelőtt láttam őket, akkor mind rendben volt. Hát most nincsenek. Túlhajszolták magukat. 3 hét alatt? Szerintem menj fel a hegygerincre, vess rájuk egy pillantást, és gyere vissza, és akkor majd beszélünk. Nem kell látnom őket, nincsenek eladható állapotban. De csak szerinted. Apa! Körülbelül 600 fontot vesztettünk volna.
Nélkülem akkor sem volt jogod egy ilyen fontos döntést meghozni. Magyarázhattam volna neked, míg bele nem kékülök, de akkor sem változott volna a helyzet. Rob! Látnod kell, hogy megértsd. Látnod kell. Rob, ebből elég. Ebből elég. Meg kell próbálnod bízni bennem, apa. Mindnyájunkban. Vagy nem fog működni. Elment. Köszönöm, egyedül is boldogulok. És a bokrot a barátai. A barátai felkeresték, kedves hangon köszöntötték, a szél susogása közepette, míg a folyó a medrében haladt. Nagyon jó. Matt, el kell mennem. Colin itt hagyta az ebédjét. Meglesztek nélkülem? Ó, persze, megleszünk. Mrs. Stan felvágta az ebédemet jó apró kockákra. Josh pedig majd vigyáz arra, nehogy kiöntsem, és a végén megtörli az arcomat. Igen. Nem sokára jövök. Miért nem tanítasz meg lovagolni? Nem arról van szó, hogy nem akarlak, de vakon nem tudlak. Azért, mert nem látsz. Így van. Lehetnék a szemed. És ezt hogy gondolod? Ülhetnék előtted, és ha valamire vigyázni kéne, akkor szólnék neked, hogy vigyázz. Nem megy, Josh. Légy szíves, nem mennénk messzire, és gyorsan sem mennénk. Ez nem rossz ötlet, de... Kérlek, szót fogadok. Nem okozok gondot. Megígérem. Kérlek. Itt az ebéded. Köszönöm. Sokat jöttem ide anyámmal. Órákon át beszélgettünk. Nagyon hiányzik, igaz? Köszönöm. Mikor meghalt az életem, a feje tetejére állt. És most megint ez történik. Apával, a családdal, mindennel. Igen. De túléljük, Colin. Holnap megint kijövünk? Ha akarod minden nap. Köszönöm. Tudod, Josh, csak egy bizonyos pontig tudlak tanítani. Onnan egyedül kell boldogulnod. Gondolod, hogy Rob segít majd nekem? Azt hiszem, Colin is vállalná. Nem vállalja. Kérdezted már tőle? Szinte minden nap. És mondta, hogy miért nem? Nem, csak annyit mond mindig, hogy ha nagyobb leszek, akkor tengernyi időm lesz megtanulni. Beszélek vele, hát ha meggondolja magát. Köszönöm. A ló befejezte. Igen? Akkor jobb, ha hazamegyünk. Fogod a kantárt? Igen. Remek. Akkor forduljunk meg. Ez az. Milyen az út? Jó. Erről jöttünk. Erre kell menni. Ez az. Remek! Hé, 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 nyugodtan, pajtás! Nyughass! Hé, kapaszkodj! Josh, kapaszkodj! Nyugodtan! Josh, irányíts! Josh! Matt!
Visszajöttél? Azt hittem, a marhákra ügyelsz. Igen, de beszélnem kell apával a legelőről. Örömmel hallom, hogy ismét beszéltek. De ehhez előbb meg kell találnom. Nem, Josh-sal van? Nem láttam őket, mióta elment Mrs. McGregor. Oh! Állj! Állj! Josh! 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 A lova eltűnt. Nem ment volna el. Rob! Rob! Josh, nem esett bajod. Biztos így történt? Igen. Nem juthatott messzire. Lassan sötétedik. Szét kéne válnunk. Danny, vidd Josh-t a városba. Mondd el Emilynek, hogy mi történt. Colin, jobb lenne, ha én is maradnék. Danny, nem lesz baj. Megtaláljuk. Ja. Yeah. Ti menjetek a patak mentén, mi Michael-el pedig a birtok határt követjük. Ha megtaláljátok, lőjetek a levegőbe. Ennél messze biztos nem jutott. Menjünk vissza, a patak mentén. Matt! Kathleen! Ahó! Apa! Itt vagyok! Ne mozdulj! Jól vagy? Én igen, de Josh-t sajnos elvesztettem.
Langarán van. Mikor fogod végre felfogni, hogy ez így nem mehet tovább? Igen, tudom. Majdnem megölted Josh-t. És magadat. Tudom. Tudom, hogy hibáztam, és sajnálom. De meg kell tanulni a lovagolni. Még túl fiatal. Te is ennyi idős voltál, mikor elkezdted. Még nem áll készen. Ő nem áll készen? Vagy te? Colin! Colin! Még sosem láttam ilyennek. A baleset óta nem önmaga. Megtaláltátok? Lehet, hogy másról van szó. Gyere. Vigyázz. Csak egy perc. Vezess a bejáratig. Ott ül elő. Köszönöm. Colin. Colin. Igen. Nézd, én mindig büszke voltam arra, hogy te és én mindig őszintén és nyíltan tudtunk beszélni egymással. Ez mindig sokat segített, ha baj volt. Vagy ha valami jó dolog történt. Bármi is legyen, azt tudom, hogy bánt valami. Beszélned kell róla. Én nem hiszem, hogy beszélni tudnék róla. Már hogy ne tudnál, fiam? Beszélj, Colin. Kérlek. Hiányzik. Mi? Kicsoda? Anya. Miután elment, évekig imádkoztam az ágya mellett érdelve. Azért, hogy visszajöjjön. Csak annyi időre, hogy elmondhassam, hogy szeretem. Még egyszer utoljára. Hogy bocsánatot kérjek tőle. Miért akartál bocsánatot kérni? Colin! Mikor anya leesett a lóról, nem a marhákat akarta összeterelni, hanem engem akart megvédeni. Micsoda, te ott voltál? Elvitt a táborba. És azt mondta, hogy várjak. Visszament segíteni neked a terelésben. De amit elment, utána eredtem. A marhák szerte szét voltak. Nagy volt a por és a hangzavar. Mintha világ vége lett volna. Éltem. Nem tudtam, hogy fogok kimenekülni. És anya... Anya meglátott. És visszajött értem. Bevágott a csorda elé. Sosem értettem, hogy miért. Pedig megmondta, hogy várjuk. De én nem tettem. A Colin, még kicsi voltál. Sosem beszéltünk erről. Ennyi éven át. Ezt mind magadban tartottad. És én ezt nem vettem észre. Elhallgattam előled, mert nem szabadott, hogy tudd. De tudnom kellett volna. Látnom kellett volna.
Sajnálom. Sajnálom. Biztos, hogy jól áll. Tökéletes, Danny. De hátul gyűrök. Oh, Danny. Ó, a Magetta. Kathleen! Nos, akkor folytatom a számolást. 2, 3. Mi lesz az ebéd? Gyere, Josh. Mi a baj, Matt? Hívasd ide Dr. Colt. Miért? Mi a baj? Azt hiszem, láttam a fényt. Nos? Megérkezett, engedtem, hogy a spanyol elmenjen, és a... Abba. Jön vissza a látásom. Rendbe fogok jönni. Ez csodálatos, mert... Ó, Michael, ide dobnád, kérlek. Rendben. Kész vagy? Igen. Akkor kezdjük. Ülj fel! Jobb, ha el is kezditek.